Egy éve indítottuk el a Total Car műhelypornót, hogy tisztább képet teremtsünk a használt autós káoszban, és megmutassuk, milyen fontos az átvizsgálás, mielőtt döntenél. Sajnos úgy látjuk, sokan ma is azt gondolják, pusztán szemrevételezés, és az első benyomások alapján is lehet alaposan tájékozódni. Ez súlyos tévedés, ezért útnak indítjuk a Fotelneppert, amelyben a következő műhelypornó autójáról készült felvételeket látva eldöntheted, mire számíthat, aki ránézés alapján veszi meg a bemutatott autót. Íme egy Peugeot 807 2 literes HD-i. A hétüléses egyterű, a mai használt piac észszerű választása. Ebben a példányban 350 000 kilométer van, de a többiben sem sokkal kevesebb. Talán éppen egy ilyet, vagy Lancia, illetve Citroen márka jelű megfelelőit veszed majd te is, ha három, esetleg több gyereked van, ha sokszor szállítasz, és ha mindezt alacsony fogyasztás mellett várod egy 1-1,5 millió forint körül kapható autótól. Jól nézd meg ezt a Peugeot. Ennyit fogsz látni a hirdetésben, és alig többet, amikor körbejárod az eladónál. Fotelnepperként tied a lehetőség, hogy elmondd kommentben, mit vettél észre, mi a gyanús az autón, illetve milyen típus hibákról tudsz. Mostantól minden héten fotelnepperkedhettek, és ha kíváncsiak vagytok, végül mit találtak az itt bemutatott autó alapos átvizsgálása során az Avalon Service szakértői, elég, ha megnézitek a műhelypornó legújabb epizódját.